lesz az első a villanyóra átírás? Aha. Több családban is elhangzott már ilyen és ehhez hasonló kérdés, ha a házvásárlásra vagy albérletbe költözésre került a sor. Az idei évtől már nem kell külön-külön felkeresni a szolgáltatókat, ha valamilyen változás következett be, ugyanis az e-bejelentő rendszer segítségével egy felületen elintézhető bármilyen rezsivel kapcsolatos ügy. Legyen az akár víz, gáz, távhő vagy áram. Ezek azok a szolgáltatók, akik most már több mint 40-en vannak, pontosan a pontos szám 42, akik ebben a platformban belépve a szolgáltatókkal, tehát velünk lakossággal kerülnek kapcsolatba. Az e-bejelentő egy online elérhető szolgáltatás, amely gyorsabbá teszi az adatváltoztatást és a közművek átírását. Ehhez csak ügyfélkapus regisztrációra van szükség, de személyesen is elérhető az ország bármely kormányablakában. Ebben az esetben az ügyintéző nyújt segítséget a szolgáltatás igénybevételéhez. Két fő ügytípusban áll rendelkezésre a rendszer, a változás bejelentés és a felhasználóváltás. Ezen belül különböző ügykörök választhatók. Jelenleg a négyféle közműszolgáltató kapcsolódik az e-bejelentőhöz, de a fejlesztés itt nem áll meg. A négy előbb említett szolgáltatás mellett újabbak, akár bankok, biztosítók fogadására is felkészült ez a rendszer, és ugye arról beszéltem, hogy a lakosság és a közműszolgáltatók kapcsolódásáról beszéltünk, egy nagyon nagy szelete az még hiányzik, ez a vállalkozások, számukra is ez a rendszer reméljük, hogy elérhető lesz. A rendszer az e-bejelentő.gov.hu oldalon érhető el online. A névváltoztatástól kezdve a lakcímváltozáson át a tulajdonosváltásig számos ügy intézhető, mindössze néhány perc alatt. A szolgáltatói kör pedig egyre bővül, így mind több területen elérhetővé válik az egyablakos ügyintézés.